Sziasztok! Na szevasztok, Begli huszárok! Hova nézek? A mai videóban abban fogok nektek segíteni, hogy az ilyen különlegesebb alkalmakhoz milyen bort válasszatok. Nyilván ti is ajándékoztatok már ilyen karácsonyi akciós borokat, kisé viseltes, csendéletes díszacskókban, ugye? Gondoltam. Arra viszont fogadjunk, hogy nem gondoltatok, hogy egy egyszerű kannás bor nem csak arra jó, ugye, ünnepek közelettével, hogy előre ledolgozzátok a Bailey-ket, de nagyon szuper, two-in-one DIY-nos ajándékot is lehet belőle csinálni. Így mondjuk ügyesket, így rakod így szépen bele. Már is, ugye, itt tökéletes csúcs dísz. Fölteszed, és akkor, jaj. Jobb, az is lehet, hogy innen lentről teszed fel. A karácsony mindannyiunk életében fontos alkalom, ezért célszerű különleges bort választani. A Spar Curioso válogatás minden egyes darabja külön értéket képvisel. Legyen szó akár egy Sauvignon Blancról, vagy egy Kadarkáról. Az ilyen csajós, bekuckózós estékhez, amikor így megbeszélitek, hogy milyen nehéz az élet, szakítsak, ne szakítsak, az mindenképpen a vörös bort ajánlom, mert ugye a vörös az a szín, ami az ilyen drámai, meg a szenvedéses. V, mint vége. Hogyha viszont mondjuk teljesen más bajtok, tehát például randizásban és új képeket akartok feltölteni magatokról, ahhoz is a vörös bort javaslom gyakorlásra. Mert ezzel tudtok igaz ilyen gurgör módjára imponálni a gurmanoknak. Akár utolsó, akár első találkozásról van épp szó, feltétlen vegyük figyelembe az alapvető kóstolási szabályokat. Fehér, rozé, vörös, száraztól az édesig haladunk, legfiatalabbtól az idősebbig.